Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is el akarják tüntetni a háború útjából azzal, hogy kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból. Ezt mondta Szijjártó Péter azután, hogy a belga külügyminiszter sürgette a hetes cikk szerinti jogállamisági eljárás folytatását Magyarországgal szemben. Ennek a következménye az lenne, hogy hazánkat megfosztanák a szavazati jogától. Szijjártó Péter azt mondta, hogy sikeresek és eredményesek lehessünk, ahhoz kell egy nagy győzelem, egy mindent elsöprően nagy támogatás a magyar emberektől a június 9-i választáson. Brüsszelben egyre nagyobb a feszültség Magyarország békepárti álláspontja miatt, és a soros elnökségről hamarosan leköszönő Belgium el akarja némítatni Magyarországot. Erről írt a Politikó. A lapnak nyilatkozó belga külügyminiszter ugyanis azt szorgalmazza, az EU tagállamai komolyan fontolják meg annak a lehetőségét, hogy Magyarországot megfosszák a szavazati jogától, amikor júliustól átveszi az elnöki posztot. Nem ez az első alkalom, amikor a belga külügyminiszter a békepárti álláspontja miatt támadja Magyarországot. Hadzsa Labib alig egy hete bírálta Brüsszelben a magyar kormányt, mert az nem akarja finanszírozni az ukrajnai háborút. 5 milliárdos katonai segélyről van szó Ukrajna számára, amelyet Magyarország blokkol egy olyan időszakban, amikor az országnak nagy szüksége van rá. Belgium álláspontja egyértelmű, nem fogadhatjuk el, hogy egyetlen ország blokkolja a segélyt, fogalmazott Hadzsa Labib. A belga diplomácia vezetője kifejtette, mindent meg kell tenni Ukrajna katonai támogatásáért, ugyanakkor arról már nem beszélt, hogy az Ukrajnába küldött nyugati fegyverek a háború tovább terjedésével fenyegetnek, illetve nem a békét, hanem a háború folytatását és emberek halálát hozzák magukkal. A háború egyetlen ellenszere a béke. Kimaradni a háborúból és a béke szigeteként megőrizni Magyarországot. Ez a mi küldetésünk. A háborúban mi semmit nem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Eddig is akaratunk ellenére rángattak háborúba minket, rajta is vesztettünk. Most megint azt várják tőlünk, hogy részt vegyünk egy újabb háborúban, jelentette ki Orbán Viktor a szombati békemeneten. A kormányfő hangsúlyozta, a békéről való lemondás az Ukrajnáért vállalt halált jelenti, de mi nem megyünk háborúba. Akarunk-e magyar vért adni Ukrajnáért? Nem akarunk. Nem megyünk háborúba, és nem fogunk másokért idegen földön meghalni. Ez a magyarok igazsága, és most az a dolgunk, ha jó Isten megengedi, hogy a magyarok igazságát európai igazsággá tegyük. Brüsszelben a háborús őrület eluralkodásával párhuzamosan el akarják hallgattatni mindazokat, akik a háború ellen, a béke mellett beszélnek. Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is el akarják tüntetni a háború útjából azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból, közölte Szijjártó Péter Hadzsa Labib kijelentésére reagálva. A külügyminiszter kiemelte, a kormány nem fog engedni a nyomásnak, hamarosan át fogja venni az Európai Unió elnöki tisztségét, és ebben a pozícióban is mindent el fog követni a béke érdekében. De hogy sikeresek és eredményesek lehessünk, ahhoz kell egy nagy győzelem, egy mindent elsöprő nagy támogatás a magyar emberektől a június 9-i választáson. Arra kérem önöket, hogy június 9-én mind legyenek ott, és június 9-én mind tegyék világossá, hogy elfogadhatatlan az, hogy el akarják hallgattatni a béke utolsó hangját is Európában. Június 9-én a béke színe a narancs, a béke neve a Fidesz. Szijjártó Péter hangsúlyozta, június 9-én nagyon erős támogatásra és nagy győzelemre van szükség, hogy a következő hetekben és hónapokban Magyarország ellen tudjon állni a nyomásnak, illetve erősen tudja képviselni a béke hangját, és fellépjen a harmadik világháborús készülődés ellen Európában.